A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ez egy valóságos vasvári találkozó lesz, elárulom itt előjáróban, hiszen vendégeim vasvárisok voltak, és én is, csak 50 évvel korábban. Tehát vendégem két varázslatos ifjú hölgy, Farkas Angéla és Török Laura, szervusztok. Szia, Lajos. A mai témánk mindenképpen a vers. Tehát, és nem önmagában csak a nemrégiben véget ért találkozó Csíkcsomortánban, ami esztendőről esztendőre összehozza a kárpát-medencei versmondókat, azokat a fiatalokat, akik letették a voksukat a versmondás mellett, és ilyen értelemben a kultúra mellett is. Sokkal inkább egy kicsit visszamegyünk az időben, hiszen nem kell nagyon visszamennünk ahhoz, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy 2023-ban, ugye még versmondóként vettetek részt a versünnepen, ahol győztél, és külön díjjal második helyen Török Laura végzett, és én akkor arról beszéltem, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk mi, Kubik Annával beszéltünk egyébként erről, aki a zsűri elnöke, hogy esztendőről esztendőre olyan fiatalok tűnnek fel, akik... Hogy is mondjam, ebben a felgyorsult világban nagyon furcsa, ha valaki versekkel foglalkozik olyan szinten, hogy aztán utána az hallgatható, továbbadható, és például szolgál. Hát ilyenek voltatok, és vagytok jelen esetben is. Arról nem beszélve, hogy azt is örömmel vettük tudomásul, hogy immáron mindketten a Fehérvár Média Centrum csapatához tartoztok, szerkesztő riporterként, illetve rádiósként a Vörös Marti Rádióban, ami nagyon-nagyon fontos szintén. No, kezdjük talán azzal, hogy mert aztán eljutunk Csíkcsomortánba, ígérem, az idei székelyföldi Varga Sándor verstáborban, ami egyébként már a 12. volt, bár volt Covid, de így is 12. és nem tucat rendezvény volt, teszem hozzá gyorsan. No, tehát akkor kezdjük talán azzal, hogy a vers szeretete miként talált rátok, hiszen ez nyilvánvaló, hogy nem egyik pillanatról a másikra történik. Nekem a versekkel kapcsolatban mindig volt egy ilyen szoros kötődésem, azt hiszem. Már egész kicsi koromban, általános iskolás koromban volt egy nagyon jó magyar tanárom, aki így fokozatosan vitt bele az irodalom szeretetébe, és ez szerintem nagyon fontos, hogy az embernek legyenek jó tanárai, mert ez nagyon sokat tud számítani. És én egy idő után így eltávolodtam ettől a dologtól, inkább a színjátszás, a színház vette át ennek a helyét, de valahogy, ahogy így ide kerültem Fehérvárra, mert én nem itt kezdtem a pályafutásomat, nem itt születtem, úgy valahogy annyira itt a városnak a kultúrája, az, hogy mennyire ápolják az irodalmat, mennyire fontos a versek szeretete, meg nyilván hallottam a versünnepről, így ez valahogy így visszavitt ebbe az irányba, és elkezdtem ezzel megint foglalkozni. És hát így végzős koromban mentem el a versünnepre, és talán azóta tért megint nagyon vissza az életembe az, hogy mennyire fontos a versekkel való kapcsolat. Igen, Kelemén István barátommal, ugye a Vörös Marti Színház színművésze volt a mentorod, erről igen, beszélgettünk, hogy talán ő azt mondta, hogy talán nem is baj, hogy ilyen értelemben kicsit későn kezdted. Igen, mert így talán egy kicsit... Tehát nem voltak meg ezek a berögződések, hanem valahogy olyan friss aggyal tudtam nekiállni ennek a dolognak újra, és talán kicsit felnőttebbként, ha mondhatom így, mintha folyamatosan ezekkel foglalkoztam volna, és így nagyon sok mindenből tudtam meríteni. Laura útja kicsit más volt, hiszen több egyszer indultál, így van, és mindig lenyűgöztél bennünket, mert ugye
nem csak varázslatos vagy, ahogy én bevezettem, de ez mindkettőtökre vonatkozik, hanem kellően elvarázsolt is. Tehát ez ritka történet a tiéd. Igen, az enyém nagyon, és én pont az ellenkező utat jártam, mint amit Angi, mert ő kihagyott egy időszakot, és utána visszakerült ebbe a közegbe. Na hát én nem hagytam ki. Tehát én általános iskolás koromban elkezdtem a versmondással egy kicsit többet foglalkozni, és ez nekem a 12 év iskolában eltöltött idő alatt, ez végig is futott. Talán nem is volt olyan év, hogy én nem mondtam verset. És nem azért volt ez, mert kényszer volt, vagy köteleztek rá, hogy menni kell, hanem én kopogtattam a magyar szertár ajtaján, hogy csókolom, le lehet menni versenyre, mert hogyha lehet, akkor én szívesen mennék, és ez nem kopott ki egyáltalán. És nem is bánom, hogy így alakult, mint ahogy ezt mondtam is, pici koromtól kezdve ez így futott. És emlékszem, volt olyan év, hogy nagyon készültem egy versenyre, de kórházba kerültem a verseny napjára, és nagyon sajnáltam, hogy tök jó fölkészültem, megtanultam a verset, és nem tudok elmenni. Na hát addig-addig felvettük videóra, és még a videót is beküldték, és végül is úgy is szerepeltem a versenyen, mert annyira nem akartam elengedni ezt a dolgot. Nekem ez mindig fontos volt, és nem a versenyzés része, hanem a versmondás része ennek a történetnek. Igen. Most azért hozzáteszem. Igen, és azt gondolom, hogy ez meg is látszott, mert én nem csak versenyeken szerepeltem ebben a városban, hanem nagyon sok külsős rendezvényen is. Díjavatás, nem tudom, pedagógus nap, mindenféle rendezvény volt, ahova szívesen elmentem, és ez a mai napig is így van. Ha hívnak, akkor én boldogan. Így van, ahogy Angéla is, hiszen így azért van. Számtalan helyen ott vagytok együtt. De. Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, de milyen volt az első verstábor? És akkor most megérkeztünk ilyen értelemben Csomortánban, hiszen nem hagytátok abba. Tehát ez a nagyon-nagyon fontos. Csomortánban ugye először diákként, tehát a verstábor táborozó diákjaként vettetek részt. Milyenek voltak az első benyomások? Tehát nyilván ott számtalan intuitív megjegyzés hangzik el az elején, aztán viszont van a valóság. Milyen volt számotokra Székelyföld, azok a fiatalok, akik Kárpátaljáról, Székelyföldről, délvidékről, felvidékről jönnek, illetve hát a saját társaitok értelemszerűen a fehérvári versenyek döntősei. Varázslatos. Ezt most így viccen kívül mondom, de egyébként hozzáteszem, nekem az egész versünneppel az volt a célom, hogy jussak el a döntőbe, mert hogy annyi jót hallottam erről a helyről, erről a táborról. Rengeteg barátom mondta, hogy úristen, egyszer ide vissza kell jutni. Hogy nekem ez volt az egész versünneppel a célom, hogy én ezt meg szeretném tapasztalni. Úgyhogy elég nagy elvárásaim voltak az egésszel kapcsolatban, amiket abszolút be is váltott. Mert szerintem, tehát hogy az ott eltöltött 10-9 nap, az egy ilyen kiszakadás a mindennapi életből. Tehát, hogy annyira más környezet vesz minket körül, annyira más emberekkel találkozunk, és tényleg olyan társainkkal lehetünk együtt, akik hasonlóan hozzánk szeretik a verseket, ami talán, ahogy az elején is említetted, ritka a mai fiatalok körében. Aztán kiderül, hogy mégse olyan ritka, mert hogy itt össze tud jönni 35-40 olyan gyerek, akiket valahogy ez a kultúra, ez az irodalom, ez nagyon összeköt. És szerintem olyan helyeken járhatunk ott kint, olyan emberekkel, művészekkel találkozhatunk, ami mind szakmailag, mind emberileg nagyon sokat építhet. Ez vonatkozik Laurára is nyilván, de előtte hadd mondjam, hiszen az imént elmulasztottam, hogy Molnár G. Nórával beszélgettem, aki ugye tavaly volt a te mentorod. Igen, tavaly előtt. Vagy tavaly előtt? Tavaly igazadban. Nem, tavaly volt. És ő azt mondta, hogy ő ilyen elvarázsolt személyiséggel nem igazán találkozott, és ez bizonyos értelemben bebizonyosodott, megerősödött benned Csíkban is? Abszolút, igen. Én kétszer is voltam táborozóként Csomortánban, és amikor másodjára oda kerültem, tehát a tavalyi évben ott voltunk, hogy jó, akkor előválogató van, engem sem érdekelt nagyon más, csak az, hogy döntős legyek, tehát addig volt fontos ez a történet úgy igazán, mert vissza akartam menni. Tehát én előtte már voltam egyszer, és tudtam, hogy mennyire jól éreztem magamat, hogy ott mennyiféle dolog történt, ami egyébként itthon nem. És főleg nem ilyen intenzíven. Tehát oké, az ember elmehet néptáncolni, tanulhat népdalokat, szeretheti a népzenét, de ott, ez 10 napon keresztül
folyamatosan árad rá az emberre, és nem úgy, hogy megfulladsz tőle, hanem úgy, hogy nagyon jól esik. Tehát fontos, hogy haza lehet hozni Kubik Anna, Rászkevélni, Ruboldödön, a Mika, Török Máté, tehát a Misztrál együttes, vagy éppenséggel Milus Marian, vagy a Tököli néptánctanítóktól, amit kaptatok? Abszolút, igen. Meg az is, hogy ott Annáék, meg Dönciék hogyan álltak hozzánk, és hogyan kommunikáltak velünk, én egy pillanatig nem éreztem azt, hogy én egy diák vagyok, egy versmondó diák, akit ki kell nevelni, és meg kell tanítani mindenre. Ők érdemben próbáltak velünk a versekről, meg a versmondásról kommunikálni egyenlő félként, annak ellenére, hogy fényévekkel tapasztaltabbak a szakmában, meg eleve a versek kapcsán. Tehát, hogy azért általában az ember, hogyha belekezd egy versmondásba, és van, aki ebben őt segíti, az egy másik fajta helyzetet szül. Egy kicsit ilyen alárendeltnek érezheti benne néha magát az ember akaratlanul, de ott ez nem volt, ott ez sem volt. Nagyon-nagyon hasznos szakmai munka folyt. Tehát fontos, hogy társként tekintettek rátok már akkor és ott. Abszolút, igen. És ezért nagyon fontos, hogy tényleg emberként kezelnek minket, amikor nincsenek foglalkozások, akkor is oda jönnek beszélgetni, mik a terveid a jövőben, hogyan állsz ehhez az egészhez, jól érzed-e magad, tehát hogy szerintem nem tudom megszámolni, hányszor hangzott el ez a kérdés a 10 napban, hogy jól érzed magad, minden rendben itt, mert hogy tényleg érdekli őket, és tudni szeretnék, hogy mi van velünk. A hónapokkal később megkeresnek minket az interneten, és rákérdeznek, hogy na, most hova sodor téged az élet, és ez igaz mind a művészekre, a táborvezetőkre, a táborcsinálók csapatára, akik szerintem egy nagyon fontos átkötő csapat ebben az egészben, a táborozók és a felnőttek között. Tehát abszolút mind szakmailag, mind emberileg tényleg nagyon fontos. Elhangzott a legfontosabb szó, 6 betű mindössze, csapat. Igen. Tehát ahhoz, hogy csapatot alkossatok, akkor ahhoz nyilván, hiszen ez, ahogy mondtuk, hogy Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, a székelyföldi gyerekek adott esetben a Párciumból, mert az is előfordult, illetve ti székesfehérváriak kell, hogy csapatot, és ez kötelező. Tehát ez mindenkire. És ez rendkívüli felelősség az egyéntől is. Ezt én azt tapasztaltam, hogy ezt esztendőről esztendőre átéreztétek, ugyanakkor sokkal inkább megerősödött az elmúlt esztendőkben. Mintha a külvilágban zajló változások és negatív élmények is arra sarkalnának benneteket, de minket, felnőtteket is, most már ti is felnőttek vagytok, hogy ezt valóban komolyan vegyük. Igen, egyrészt, és azt mondtad, hogy kötelező, hogy csapat legyünk, vagy csapat keletkezzen ebből a nagy társaságból, de ha nem lenne kötelező, is megtörténne, és ez a legérdekesebb ebben szerintem, hogy mennyire kíváncsiak egymásra az odaérkezők, akár a táborcsinálók, a táborozókra, akár a táborvezetők, vagy ezt az Angi is elmondta az előbb, mert hogy ott tényleg az van, hogy mindenki számít, mindenki érdekes, mindenkire egyaránt figyelünk. Van, akinek egy kicsit több figyelem szükséges, van, akinek egy kicsit kevesebb, mert könnyebben beleoldódik ebbe a helyzetbe, de hogy alapvetően ott mindenki akar csapat lenni mindenkivel. Tehát ez nagyon furcsán hangzik, de hogy így van. Én legalábbis ezt tapasztaltam a magam részéről, hogy ott ez egy ilyen teljesen automatikus folyamat. Voltak lépcsőfokok ebben? Persze, hogy voltak. Én azt gondolom, hogy idén például szerintem egy sokkal jobb csapat jött össze a táborozóknál, abban az értelemben, hogy már az első estén azt láttuk, hogy ők közösen kint ülnek, közösen beszélgetnek, gitároznak, zenélnek, énekelnek, és ezt borzasztó meglepő volt látni. Talán itt a legfontosabb az, hogy az ember nyitottan jöjjön ide, hogy nyitott legyen az őket érő energiákra, az emberekre, mert hogyha valaki bezár az elején, akkor nagyon nehéz feloldódni ebben a társaságban, de itt szerintem mindenki borzasztóan nyitott volt. Na, akkor ezzel bele is csaptunk, nem a lecsóba, hanem az eredeti székelykáposztába. Maradjunk ennyiben. Mert hogy milyen út az táborozóból táborcsinálóvá válni, hiszen rendkívüli felelősség a tiétek. Az játék lehet, hogy túlzónak hangzik a felelősség, de nem így van. Hiszen ott van 31 néhány fiatal, akikkel
jószerivel hasonló korúak vagytok, átéltétek ti is azt, hogy táborozóként mi a felelősség, mi a feladat, mi a dolog rendje. Ugyanakkor táborcsinálóként pedig ezt be kell tartani, mert függetlenül attól, hogy ez laza, mélységesen emberi történet egy-egy ilyen tábor, azért ennek vannak feltételei és alapvetései. Én amikor táborozó voltam, borzasztóan felnéztem a táborcsinálókra, és azt láttam, hogy ők egy ilyen kis család, ott a nagy családon belül talán, és ezért borzasztó nagy megtiszteltetés volt az, hogy ők ebbe a kis családba meghívtak, és úgy gondolták, hogy én odaillő lennék, meg a Laura is odaillő lenne, mert ők itt a... Tehát amit a táborvezetők elterveznek, azt így a táborcsinálók valahogy a gyakorlatban próbálják segíteni, és ez tényleg egy nagyon nagy feladat. Igen, meg pont azt akartam az előbb mondani, amikor azt mondtad, hogy nem is tudom pontosan, hogyan fogalmaztál, de az volt a lényege a dolognak, hogy az idei csapat mennyire más volt, és mennyire jó volt, és mennyire könnyen működtek együtt, és fortak össze. És én azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban sokat a tábor után, hogy lehet, hogy ezt azért érezzük egy picivel erősebbnek, vagy azért is érezzük erősebbnek, mert hogy most mi ezt kívülről néztük. És ez egy nagyon furcsa helyzet. Tehát úgy, hogy mi tavaly még ott voltunk, és mentünk a programokra, és reggel fölkeltettek minket azok az emberek, akikkel most együtt feküdtünk le aludni, és együtt keltettük a többieket, azokkal mozgunk együtt, és ez tényleg egy ilyen családérzés, ami ott volt. És én egy picit aggódtam, bevallom, az indulás előtt, hogy most ez egy kicsit fura, mert tényleg volt olyan táborozó, akivel tulajdonképpen egyidősek voltunk, de hogy volt közöttünk maximum 1-2 hónap. Hogy most akkor ez hogy lesz, meg én is fölnéztem a táborcsinálókra annak idején, és hogy most ők rám fognak tudni felnézni, vagy fog számítani, amit mondok, és egyáltalán nem volt ezzel baj. Igen, számított. Nem volt megkérdőjelezve az, hogy ha mi azt kértük az Angélával, mint friss táborcsinálók, hogy most akkor menjetek a programra, vagy menjetek aludni, vagy nem tudom mit csinálni, hogy akkor ők mentek, és nem kellett könyörögni, és nem kellett megmagyarázni, hogy ezt miért kell megtenni, hanem ezt mondtuk, és ez volt. És ugye ott 6-an voltatok azért összesen, említsük meg a többieket, hiszen ők azért már benne vannak, bár Szipola Tóni is ilyen értelemben még csak második éve volt, de hát a többiek az Eszterék, a két Eszter és a Bakó Fanni pedig azért már rutinnal rendelkezik, de ez akkor is fontos, és nem azért, mert felügyelitek a fiatalokat, sokkal inkább azért, mert hogy barátként kezelitek őket, és felhívjátok a figyelmet arra, hogy bizony itt azért komoly dolgok történnek, mert hogy én azt gondolom, hogy azok a foglalkozások, amit az imént felsoroltak, készítettek, az elkísér benneteket esztendőkig. Ez így volt veletek is, hiszen diákként, táborozóként és táborcsinálóként is megélhettétek, hogy milyen sokat ad kultúrában, általában, mentalitásban ez a tábor 10 nap. Szerintem ez a tábor ilyen lelki kapukat nyitogat egyébként, a legjobb értelemben. Megint a nyitottságot tudom kihangsúlyozni, hogy ha valaki úgy jön ide, hogy őt érdekli ez az egész, akkor olyan élményekkel és olyan tapasztalatokkal gazdagodhat, amik utána az egész évre egy ilyen lelki fröccsöt adnak, hogy tényleg ez, hogy kiszakadunk kicsit a mindennapi életünkből, és utána hónapokon keresztül így érzem a hatását, hogy úristen, igen, ez valahogy lelkileg jobban vagyok, valahogy összeszedettebb vagyok, és hogy de visszamennék, tehát hogy már októberben szerintem el fog jönni most is ez az idő, hogy de visszamennék jövő évben. Laura? Igen, hasonlóképpen, meg az, hogy ott olyan, tehát furcsa módon olyan elejtett, semmilyennek tűnő és legkevéssé sem fontosnak hangzó mondatokat, amiket csak így megkaptunk mondjuk a Kubik Annától, vagy a Varga Zolitól, vagy a nem tudom bárkitől onnan a csapatból, azok így néha-néha eszembe szoktak jutni. Tehát van rá példa, hogy csinálom a kis interjúmat a rádióban, és a fejemben így meghallom Kubik Anna hangját, hogy Laura, nem szabad hadarnod. És akkor utána egy pillanatra így hoppá, jó, akkor ezt betartom. És ezek ez apróság, meg pici dolog, de megmarad. És
pont idén ugye a zárógálán nem tudott jelen lenni már Kubik Anna, és azon a napon, amikor ő hazament, én meg is jegyeztem neki, hogy most ki fog rám szólni a műsor előtt, hogy nem szabad gyorsan beszélni. Igen, hát az én tapasztalatom az, hogy oda mindenki otthonról hazajön. Tehát ez nem lehet kétség, hiszen a Székelyföld kellős közepén vagyunk. Viszont az is nagyon-nagyon fontos, hogy vannak-e olyan élményeketek, amelyeket szívesen megosztanátok velünk itt a műsor végén. Egy-egy olyan sztori, történet, ami nagy hatással volt rátok, és amit elmeséltetek az elsők között itthon, az itthon maradottaknak. Mondjad, ha neked van. Ha csillogó szemeket látom, akkor Laura. Nekem van. És nem is idei élmény, még táborozó élmény, ami idénre is átcsúszott. Ugye hát én tavaly sajnos abba a furcsa helyzetbe kerültem, hogy erős haspályással kórházba kellett menni, és meg kellett, hogy vizsgáljanak, mert nem tudtuk pontosan, hogy mi a baj, és ott azért egy kicsit kétségbe estem, hogy hát azért mégsem otthon vagyok, ez Székelyföld, itt most elmegyek egy tök idegen helyre, egy kórházba, ahol egyébként románul beszélnek körülöttem, nem magyarul, és ez nem volt ez baj, csak megijedtem, és végig a támogatás az ott volt egyébként a táborvezetők, meg a táborcsinálók részéről, jött az üzenet, hogy vagy, mi van veled, hogy áll a helyzet, mert ez egy fél napot igénybe vett azért ez a procedúra, és a táborigazda Hornyák Gábor is ott volt velem végig egész nap a kórházban. Nem lehetett folyton velem, de hogy azért a környezetemben volt, és teljes mértékben támogattak ezzel kapcsolatban, meg velem voltak. Mindenki várt haza, amikor visszaértem este a tábor helyszínére, és idén is volt egy lány, aki, hát több lány is volt őszintén szólva, aki nem érezte jól magát, és én azt tudtam mindegyiküknek mondani, hogy sajnálom, hogy nem vagy jól, de ne aggódj, ha véletlen tényleg nagy a baj, akkor fogunk tudni segíteni, és én ezt a legnagyobb nyugalommal mondtam. Nem ez a legkedvesebb emlékem, de talán ez a legérdekesebb, amivel kapcsolatban hát bizonyos vagyok. Abszolút, és ez nagyon valóságos. Engyi? Nekem a mai, vagy idei tábor hazaút volt egy olyan élmény, ami egy ilyen megbizonyosodás volt arról, hogy mi valamit jól csináltunk ebben a 10 napban, mert hogy hazafele a buszon, te is hallottad, Szolnoknál 5 lány így a semmiből elkezdtek iszonyatosan sírni. És nem értettük, hogy mi történik, nem értettük, hogy mi a baj, valami történt. Nem történt semmi, egyszerűen nem akartak eljönni onnan. És tavaly én pont ugyanígy éreztem magam, és most kívülről látni azt, hogy őnekik tényleg egy olyan közösségük alakult ki, hogy sírtak Szolnoktól Budapestig folyamatosan, de a fiúk, lányok, az egész busz, hogy ők mennyire szeretik egymást, és ez milyen élmény volt ez az egész tábor, és hogy azóta is folyamatosan irogatnak csoportokba, hogy találkozzunk, nem tudom. Szóval ez nekem egy ilyen nagyon megnyugtató élmény volt, hogy tényleg akkor valamit elértünk, és mi is, tehát hogy minket is bevontak ebbe a szomorkodás örömkönnyekbe. Már amennyire hagytunk. De hogy ez csodálatos volt látni egyébként. Jó, nagy sóhajjal mondom, hogy igen. De tényleg csodálatos volt. No, hát én köszönöm szépen, és hát miként búcsúzzunk, mint hogy jövőre veletek ugyanott. Természetesen fogunk találkozni, hiszen versünnep a következő esztendőben is lesz, és bízom benne, hogy Csíkcsomortán vár bennünket, ahogy minden évben, ahogy egész Székelyföld, Csík megye és az összes többi. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a mai témánk a csíki versünnep, illetve a hozzá kapcsolódó gondolatok, történetek voltak, vendégem pedig Farkas Angéla és Török Laura, akik az idei esztendőtől, mint a Fehérvár Média Centrum munkatársai, immáron táborcsinálóként segítették azt a munkát, ami ott zajlik a fiatalok érdekében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.